Az elmúlt hetekben többször elhangzott, hogy a koronavírus leginkább a turizmus és a vendéglátóipar ágazatára volt a legnagyobb hatással. A nyitva maradt szállodák az elmúlt 2 hónapban gyakorlatilag csak üzleti céllal utazó vendégeket fogadtak. A május 4-től életbe lépett új szabályok szerint újra teljes kapacitással üzemelhetnek a magyar szállodák és vendéglátóegységek, ugyanakkor a dolgozók és a vendégek biztonságára fokozottan oda kell figyelnie a személyzetnek. A hét elején megjelent a Magyar Turisztikai Ügynökség COVID kézikönyve, amely az újranyitáshoz szükséges ajánlásokat tartalmazza a szálláshelyek, vendéglátóegységek számára. Az ügynökség nyugat-európai mintákat követve és az egészségügyi szervezetek ajánlásait figyelembe véve dolgozta ki a kézikönyvet. A Baktaló rendházai fenyvesszálloda is igyekszik minden előírást betartani és megteremteni azokat a feltételeket, amely által a lehető legnagyobb biztonságban lehetnek dolgozók és vendégek egyaránt. Azok a konyhák, vagy azok a szállodai egységek, amelyek élelmiszerrel bánnak, sok ember dolgozik együtt, ők, nekik nem azt mondom, hogy minden tekintetben fel vannak készülve egy hasonló helyzetre, de ott nagyon-nagyon szigorú szabályok vonatkoznak jelen pillanatban is, vagy veszélyhelyzet kihirdetése előtt is, arra, hogy hogyan az élelmiszerrel bánni, milyenek legyenek a közösségi öltözők, milyen útvonalon lehet beközelíteni mondjuk a konyhába, vagy egy raktárakba, a vendégtől elhozott használati tárgyak, vagy eszközök, vagy éppen a vendég által használt törölközők, vagy ágynemük, milyen útvonalon mozoghatnak a szálloda a folyosóján. Nagyon-nagyon szigorú intézkedések vonatkoznak, és vonatkoztak eddig is a szállodákra, illetve az éttermekre. Na most ez kibővül azzal, hogy egy olyan 1,5 méteres védőtávolságot ezt azért jól lehet tartani. A Nyíregyházi Korona Hotel a korlátozások alatt is nyitva tartott, ám mint azt megtudtuk, hatalmas bevétel kieséssel járt ez a 2 hónapos időszak. A szálloda rendezvény szervezője Nádasdy Péter megkeresésünkre elárulta, már ebben a pár napban ugrásszerűen megnövekedett a szálláshelyek iránti érdeklődés. Ha már végre újraindul itt normális kerékvágásban az élet, akkor szeretnénk minél több vakációs családot látni, akik Nyíregyházán rálátogatnak. Ugye az állatkert is, ami a legnagyobb vonzerő, és látszik is a foglalásokban egyébként, hogy ugye 8-án, hogyha kinyit az állatkert, akkor utána már elkezdenek jönni azok a foglalások, amik nem feltétlen itteni munkavégzéssel kapcsolatosak, hanem már tényleg ilyen vakációs csomagosok, már pihenésre vágyók fognak foglalni. Úgyhogy szeretnénk ebből minél többet, nyilván nyáron mindig ennek van az időszaka, meg a slágere. Igazából nekünk a reggeliztetős termünk, meg adott esetben a félpanziós termünk, az hál' Istennek jó nagy. Ott egyébként, hogyha van rá lehetőség, ott be tudjuk tartani ezt a 1,5 vagy akár 2 méteres távolságot asztalok között. A belföldi foglalások növekedését egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség is megerősítette. Az ország nyugati részén egyes szállodahelyek már közel 30%-os foglalási arányt is elértek a nyári hónapokra. Az MTÜ ugyanakkor arra is figyelmeztette a szállodákat, hogy ez az állapot nem tekinthető véglegesnek, hiszen a járványügyi helyzet bármikor megváltozhat, ami újra szigorításokhoz vezethet. A jelenlegi állapot szerint Pest megye kivételével bárhová szabadon foglalható szálláshely, rendezvények azonban egészen augusztus 15-ig nem tarthatóak semmilyen vendéglátóegységben.